Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a Moszkva tér plusz legfrissebb adása, a stúdióban pedig itt ül már a műsor állandó vendége, Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szervusz és üdvözlöm a kedves hallgatókat! És hát természetesen, ahogyan ezen a héten adásunk többségében, itt is az izraeli konfliktusról fogunk nagyrészt beszélni, ezeknek különböző összefüggéseiről bizonyos hírek mentén, de mivel ugye az orosz-ukrán háború mindeközben azért nem állt meg, és hát igencsak érdekes fejlemények is történnek itt a háttérben, ezért kezdhetnénk akkor talán ezzel, hogy mi történik most éppen pontosan Ukrajnában, mi történt abban a pár napban, amióta elkezdődött ugye az izraeli háború, és mindeközben egy kicsit elterelődött a figyelem, vagy hát nagyon elterelődött a figyelem az orosz-ukrán konfliktusról. Nem kicsit, teljes mértékben egyetértek, nagyon elterelődött a figyelem, tehát ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy 2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború, egy pillanat alatt mindenki elfelejtette a Covidot, és lényegében Putyin volt a legnagyobb orvos abban a pillanatban, és most ugyanígy a közfigyelem, a média figyelme, nem azt mondom, hogy teljesen elterelődik, de így valahogy a futottak még a második, harmadik sorba helyezte az ukrán konfliktust, az Ukrajnában dúló háborút, pedig ott ugyanúgy folynak zajlanak az események, folyik a háború, méghozzá nem is akárhogyan. Ugye az utóbbi időben már arról beszéltünk, hogy az ellentámadás az lényegében kudarcba fulladt. Itt még volt némi média erőlködés a nyugati fősodorban, hogy itt-ott átörtek az ukránok, hát nem törtek át sehol, sőt, és akkor itt mondom, hogy most már az a hír, hogy különösen Avdijevkánál, tehát itt Donyeck mellett, közvetlenül Donyeck mellett, olyan ellentámadásban vannak az oroszok, hogy itt lassan már kialakul egy katlan, ugye lassan elfelejtettük azt, hogy ezt a katlan dolgot a háború első időszakában beszéltünk ilyen katlanokról, aztán vagy sikerült, vagy nem kialakítani. Na most itt Avdijevkánál ez egyértelműen formálódik, és ha ránéz valaki a térképre, akkor látszik is, hogy itt igazából csak egy bekerítést lehet végrehajtani. Már csak azért is, mert most már a lassan tizedik éve folyó háborúban, mert itt azért különösen ezen a térségen itt volt a front. Tehát közvetlenül Donyeck mellett volt a front, itt húzódott a front, és itt olyan erődítményeket építettek ki az ukránok, hogy azt annak neki menni öngyilkosság. Tehát annak, aki neki megy, ott a 90%-a elpusztul azoknak az egységeknek, és az oroszok azért nem ilyen vaklószerűen mennek előre, ezt látjuk már az egész háború folyamán. Sokkal inkább jellemző az ukrán hadseregre, mint ahogy most az ellentámadásnál is láttuk. Szóval Avdijevkánál az a helyzet, hogy bekerítik és hátulról próbálják felőrölni az ukránokat, hiszen hogy hátulról nem építenek ki ilyen védelmi vonalakat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy jó három zászló annyi erő van ott. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy rendkívül kemény és szisztematikus légi és tüzérségi előkészítésről beszélünk. Itt azért megjegyezném a légi előkészítésnél, meg a tüzérségénél azt, hogy a precíziós lőszerek arról volt szó, hogy azok kifogynak, meg az orosz oldalon nincsenek, hát most látjuk, hogy vannak. Ez az egyik, és akkor Su-35-ösökkel is rendszeresen puhítják a terepet. Tehát itt az ukrán hírforrások is azt jelzik előre, hogy itt komoly előretörésről van szó, tehát hősiesen védekeznek, idézem az ukrán forrásokat, és verik vissza az ellentámadásokat, de hát az a bizonyos katlan azért egyre inkább zárul be.
Kupjansznál is vernek vissza támadásokat, és hogyha hallgatjuk az ukrán kommunikációt, akkor most hirtelen nagyon-nagyon realista lett. Tehát nem a győzelmi jelentések vannak, hanem az, hogy az ukrán hadsereg hősiesen védekezik. Ugye ma most volt a Ukrajna támogatásáról szóló következő tanácskozása a NATO-nak, amelyen Volodymyr Zelenszkij is azt mondta, hogy ha nem ad a NATO további fegyvereket, vagy a NATO országai további fegyvereket, akkor bizony Ukrajna veszíteni fog. Tehát most már idézőjelben mondom ezt a realizmust, hogy azért mondják a valós képet, mert így akarnak minél több támogatást kapni, és kapnak is, tehát az egyértelmű, hogy Ukrajna támogatása nem szűnik meg azzal, hogy a gázai övezetben a palesztin-izraeli konfliktusnak a föllángolásával elterelődik a figyelem, ez inkább a figyelemről szól, de ahogy láttuk az amerikai kongresszusban is, most már azon egy ügyes húzással azon mesterkednek, hogy az Izrael megsegítését tartalmazó csomagba beletegyék az ukránt is, így viszont már nem lesz olyan amerikai, aki ne szavazza meg. Tehát Ukrajnát támogatni fogják, viszont maximum annyival tudják támogatni, mint idáig. Ez a támogatás idővel fokozatosan, normálisan valószínűleg csökkenni fog, de megszűnni soha, és fönt fog, hát soha nem mond, hogy soha, de egyelőre nincs arról szó, hogy megszűnne. Nagyon-nagyon fontos tehát az, hogy itt most, miközben másfelé figyelt a világ, az oroszok vannak offenzívában, vagy ellentámadásban. A Fekete-tengeren is megjelentek plusz orosz hajók, meg az Azovi tengeren, tehát ez azt is jelenti, hogy délről is erősítenek az oroszok, tehát ahogy jön a Rasputyica, és ahogy gyengülnek, vagy kifulladnak az ukránok, úgy lehetséges egy erőteljesebb nyomásgyakorlás orosz oldalról. És még egy dologra fölhívnám a figyelmet, ez pedig Zaporizsia. A zaporizsiai erőmű, most nem a frontról beszélek, hiszen ott említettem, hogy ott az orosz, ugye az ukrán erők csak a nyugati fősodor médiában törtek át, azóta senki nem törődik azzal, hiszen nem lépnek előre, tehát egyről kettőre nem tudnak lépni, és mivel a frontnak a Donyecki részén és az északi részén, Kupjansknál, Harkiv közelében már erősen leterheltek az ukránok, ezért nem tudnak további erőket átcsoportosítani az zaporizsiai frontra. De visszatérve az erőmű kérdéséhez, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy sokat beszélünk mi a nukleáris, nem mi, tehát a felek a nukleáris fenyegetésről. Ha itt a nukleáris vagy atomfenyegetésről beszélünk, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb veszély egy atombaleset, méghozzá Zaporizsiánál, a zaporizsiai erőműnél. Én a Valdai klubban is azt tapasztaltam, hogy az oroszok retorikában belengetik azt, hogy bármire képesek, ha az Egyesült Államok további vörösvonalakat átlép, ám elsőként nem akarnak atomfegyvert bevetni. Viszont Zaporizsiánál ugye a Nemzetközi Atomügynökség vezetője most ismét tárgyalt, és Zelenszkij megígérte neki, hogy nem fogják veszélyeztetni az erőművet. Na most Grossi rendkívül kényelmetlen helyzetbe került, mert ugye végig az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt egy évben már végig azt kommunikálták, hogy a NAU, a Nemzetközi Atomügynökség, hogy nem tudják megállapítani azt, hogy ki lövi, magyarán ki veszélyezteti az atomerőművet. Nos, ezt idáig is meg tudták volna mondani, mert egyértelmű volt, de most,
Miközben Zelenszkij már megígérte, hogy ők nem fogják. A napokban Kirilo Budanov, az ukrán felderítésnek a főnöke, tehát az ukrán vezetés egyik katonai arca, elismerte azt, hogy három alkalommal is támadták a háború folyamán a zaporizsiai erőművet. Ezt tudjuk, hogy például amerikai és angol szász segítséggel voltak ilyen kísérletek. Tehát egyértelmű az, hogy akik megostromolták, vagy olyan sikertelenül, de megostromolták és lövik az atomerőművet, azok kockáztatták a biztonságot, ezek pedig az ukránok voltak. Hát ott úgy néz ki, hogy már semmi nem drága, most már ezt is bevallották. Fölmerülhet az is kérdésként, főleg az izraeli konfliktus mellett, vagy az izraeli konfliktus aspektusait figyelembe véve, hogy Oroszországnak most ebben a pillanatban mik lehetnek a céljai. Hiszen ugye Ukrajnában ugye említettük, hogy milyen eredményeket érnek el éppen, ott elég nyilvánvaló talán a cél, erről sokat elemeztünk is, viszont az is fölmerülhet kérdésként, hogy milyen lehetőségeket biztosíthat az izraeli konfliktus Oroszország számára. Ugye másodásunkban említést tettünk arról, hogy Erdogan részéről voltak kritikus megjegyzések, Irán természetesen, meg egyéb más muszlim országokban rendkívül nagy tüntetések törtek ki, tehát látszik az, hogy melyek azok az országok, amelyek ebben a konfliktusban Palesztina pártját, vagy a palesztin emberek pártját, Gáza pártját fogják, viszont Oroszország esetében fölmerülhet kérdésként az, hogy ők egy sokkal visszafogottabb, sokkal megfontoltabb nagyhatalom, nem tehetnek meg akármit, nekik mi a céljuk? Ha megnézzük az elmúlt napoknak a hivatalos orosz nyilatkozatait, akkor két dolgot emelhetünk ki. Az egyik az, hogy aki megszólalt, azok közül mindenki azt hangsúlyozta, Szergej Lavrovtól Vlagyimir Putyinig, Lavrov az Arab Liga főtitkárával találkozott, Putyin az iraki miniszterelnökkel, és ennek kapcsán beszélt erről, hogy azonnali békére van szükség. Oroszország azt szeretné, hogyha az erőszakkal fölhagynának, és tényleg azonnal béke lenne. Hasonló állásponton van egyébként Kína, Törökország, több térségbeli ország, majd közel-keleti ország is, például Katar vagy Szaúd-Arábia, Egyiptom vagy Katar és Szaúd-Arábia, de maradjunk Oroszországnál. Oroszország számára tehát az, hogy béke legyen, ezt kommunikálják elsősorban. Másodszorban azt kommunikálják, hogy mi vezetett idáig. Tehát itt pedig a célkeresztben az Egyesült Államok van, hogy az Egyesült Államok lényegében monopolizálta, kisajátította magának a palesztin-izraeli konfliktusnak a rendezését is, és hát látjuk, hogy semmit nem tett a konfliktus rendezéséért, és ide vezetett mindez, ez felelőtlenség a hegemon részéről mondják, és emögött pedig az van, hogy Oroszország, hozzáteszem Kína is, mert Kína például az év elején meglebegtette, mielőtt még a szaudi-iráni közeledés tető alá hozta, meglebegtette, hogy ő nagyon szívesen közvetítene a palesztin és az izraeli fél között, tehát itt is hozzáfogna a rendezéshez. Tehát ezek a globális dél nagyhatalmai nem engedik azt, hogy az Egyesült Államok mindent kisajátítson magának. Tehát nem csak ő közvetíthet, nem csak ő rendezheti a dolgokat akár egyes régiókban. Erről szólt az is, hogy Kína az említett szaudi-iráni közeledést tető alá hozta, és ezért emlegette Putyin is és Lavrov is ezt, hogy az amerikaiak kudarcot vallottak a közel-keleten. Mind a két említett országnak az érdeke az, hogy Amerikát kijebb szorítsák ebben a térségben is, hangsúlyozom is, mert Oroszország és egyébként a globális délország vezető hatalmai számára elsősorban ebben a konfliktusban is az a fontos, hogy hogyan hat ez a globális dél és az északi blokk
vagy a globális észak, vagy a nyugati blokk szembenállására, az erőviszonyokra. Oroszország ebben a kérdésben egyértelműen kitűnik, hogy egyik oldalra, egyik fél oldalára sem áll. Mind a két oldalal, a palesztinokkal és Izraellel is szoros, illetőleg különleges kapcsolata van. Egyébként Abbas palesztin elnököt még ebben az évben, most függetlenül a konfliktustól, Moszkvába várják. Tavaly járt Moszkvában a Hamas vezetője is, de itt szögezném le, hogy néhányan úgy gondolják, hogy Moszkva keze van az egészben, hát semmi jel nem mutat arra, de Moszkva idáig is, és ezután is fog a palesztin féllel is, és az izraeli féllel is egyeztetni, ez egyértelmű. És az, hogy miért nem áll egyik fél oldalára sem? Azért, mert jelen pillanatban legészszerűbb, legpragmatikusabb álláspont, ha már egyszer mind a két oldallal jó kapcsolata van, vagy különleges kapcsolata van, speciális viszonya van, akkor ezt nem szeretné elrontani. Az ő pozícióin ez nem segítene. Pontosan ez a kiegyensúlyozott álláspont, ami lehetővé tenni esetleg például a jövőben azt, ha úgy alakulnak az események, magyarán eldurvulnak, és közvetítőket keresnek, akkor ne. Akkor már a térségbeli közvetítők mondjuk feltehetően akkor szóba jön Egyiptom, vagy Katár, vagy akár hát Szaúd-Arábia, nem hiszem. Nem lesznek elegendők, de akkor ne az Egyesült Államokhoz rohanjon mind a két fél, hanem fönnmaradjon lehetőségként például Oroszország, és ezzel mondjuk Kína mellett, aki az elmúlt időszakban már komoly diplomáciai sikert ért el a szaudi-iráni közelítéssel ebben a térségben, így Oroszország is mellé tudjon tenni valamit. Tehát ez egy lehetőség, tehát ezt nem akarja elveszíteni. De mielőtt tovább mennénk, belpolitikai oka is vannak annak, hogy miért nem akar Oroszország egyik fél oldalára sem állni. Ne felejtsük el azt, hogy milyen adottságai vannak Oroszországnak. Az orosz állampolgárok között nagy számban vannak zsidók, tehát magyarán a keresztény világ, meg maga Oroszország a keresztény világ egyik bástyájának tartja jelen pillanatban magát, meg tartotta máskor is, és van vagy 20-valahány millió muzulmán, muszlim. Tehát óvatosnak kell lennie belpolitikai szempontból is, hogy nem állhat egyik oldalra sem. Ne felejtsük el például, hogy Ramzan Kadirov, csecsen vezető, már kijelentette, hogy a csecsenek a palesztinok mellett állnak. Tehát ez is természetes. Tehát Moszkvának belpolitikai szempontból is és külpolitikai érdekeit figyelembe véve is egyensúlyt kell tartania. De mindemellett ezt a helyzetet azért egyértelműen igyekszik kihasználni arra, hogy az arab világban, a globális délnek az arab régióiban a befolyását erősítse. A konfliktus kirobbantása azonban nem állt érdekében, és erre utaló jelek sincsenek, és nem Izrael kárára szeretné erősíteni ezt a viszonyt, csak hát ha már így alakult, akkor ezt kihasználná, ezt a helyzetet. És tehát vannak a globális célok, emellett arról is beszélni kell, hogy Oroszországnak olyan értelemben is jó az, vagy nem rossz az, akárhogy alakul a dolog. Egyetlen egy dolog nagyon rossz, hogyha a konfliktus kiterjed a régióban, és kiterjed Szíriára. Szíriában ne felejtsük el, hogy komoly orosz érdekeltségek vannak, úgy értem, hogy ott vannak orosz katonák. Asszad-szíriai elnöknek Oroszország az egyik támasza, vagy talán egyik legfőbb támasza. Ebben a konfliktusban, tehát első alapvetően a gyors lezárás mellett gondolkodik
foglalást Oroszország. Viszont amennyiben eszkalálódik a konfliktus, az felerősítheti és fel is fogja erősíteni akkor a globális törésvonalakat. Ezek a globális törésvonalakat úgy mért a nyugat és a globális dél között, hogy a jelen állás szerint azért a trendek afelé mutatnak, hogy jelen állás szerint ebből az egészből jobban jön ki a globális dél, mint a nyugat. Tehát ha így veszük, akkor az Oroszországnak nem jó, de ez sem rossz. Ami pedig egyértelmű, hogy eltereli a figyelmet Ukrajnáról, ez kimondottan jó dolog. Emelkednek az olajárak, ez a Oroszország jelenlegi helyzetében természetesen nincs Oroszország ellenére. És az is egyértelmű, hogy az imázs, a presztízs szempontjából sem jött rosszul a Kremlnek ez a konfliktus, hiszen, vagy az újabb válság, hiszen a palesztin-izraeli konfliktushoz képest a civilekhez viszonyulás tekintetében az orosz-ukrán háború eleve egy glasszékesztyűben vívott csörte, emellett az a tény, hogy a Hamasz támadása váratlanul érte a legendásnak tartott izraeli hadsereget, és a titkos szolgálatokat ez részben elfeledteti, de mindenképpen viszonylagossá teszi azt az orosz bukdácsolást, amit a háború kirobbanása után tapasztaltunk. Tehát most már a világ azt is látja, hogy ez másokkal is előfordulhat. Megváltozott a világ. Moszkva egyébként nagyjából abból indul ki, hogy ahogy Ukrajnában az erőviszonyokat ismerve, inkább az a kérdés, hogy mennyi idő alatt és milyen áron jön el a győzelem, úgy itt is az a kérdés, hogy mennyi idő alatt és milyen áron gyűri le a Hamaszt Izrael, mert az nem kérdés, hogy az erőviszonyok ismeretében ez nagyjából így lesz. Hogy még egy kérdés van, ami még Ukrajna esélyeit ronthatja, vagy megítélését ronthatja. Ahogy említettem, a fegyveres és pénzügyi támogatás emiatt egyelőre nincs veszélyben. A médiában egyértelműen hátrébb szorult Ukrajna, az egyértelmű. Viszont hogyha kiderülne, vagy bizonyítottan kiderülne az, hogy esetleg Ukrajnából is kerültek fegyverek, nem csak régebbiek, hanem modernebbek is a Hamász kezébe. Nos, ez nem erősítené finoman szólva az ukrán pozíciókat a nyugati világban, mindenekelőtt az Egyesült Államokban, ahol most is a republikánusoknak a legnagyobb támadási iránya az, hogy az a korrupt Ukrajnának átláthatatlanul nem lehet támogatást adni. Nem a támogatás ellen vannak, hanem az átláthatóságot kérik számon a demokratákon. Még egyetlen egy dolog, hogy amikor a globális délről beszélünk, akkor ne feledjük el, hogy jelen állás szerint, véleményem szerint Irán jön ki az egyik legjobban ebből a helyzetből, Irán pedig a globális dél egyik bástyája, tehát Oroszországnak és Pekingnek, Kínának szoros partnere, és várhatóan véleményem szerint az arab világ, az arab országok egy része is, akik fenntartásokkal viszonyultak a perzsa hatalomhoz, azok, ha ez a trend folytatódik és nem változik meg, akkor sokkal, az eddiginél sokkal inkább Iránhoz fognak közeledni, vagy esetleg fölsorakozni, igazodni. Összességében elmondva, vagy összefoglalva az egészet, Oroszország megpróbálja ebből a tényleg szomorú és tragikus helyzetből maga számára a legtöbbet kihozni. A lehetőségek nem rosszak, hiszen ha fönntartja az egyenlő távolságot a két ország, két konfliktusban érdekelt félhez, akkor ő
lényegében nagyon rosszul nem járhat, és ami a legfontosabb jelen pillanatban ezek mellett az ő számára az, hogy hát Ukrajnának ez kimondottan rosszul jött, és még egy, a globális délnek pedig egyelőre egyértelműen erősíti a pozícióit ez a válság. Fölmerülhet még az is kérdésként, és itt az adásunk végéhez közeledve talán még van pár percünk arról, hogy még erről egy-két szót ejtsünk, hogy ugye beszéltünk itt arról például, hogy Oroszországnak sem érdeke a kapcsolatait egyik féllel sem megrontani, illetve vannak olyan felvetett hát szempontok és kérdések is, hogy például az izraeli válasz reakcióból fakadólag, vagy abból fakadólag, hogy mondjuk a szomszédos országok hogy viselkednek, mit reagálnak, az ottani szervezetek mit reagálnak, merre haladhat a konfliktus. Te hogy látod itt az eszkalációnak, illetve a helyzet most ilyen túl egyszerűsítve megfogalmazva megoldásának a kérdését, hiszen ugye gondolom most nagyon sok nagyhatalom fejében, most így idézőjelbe, ez fordulhat meg, hogy hogyan lehet itt úgy megoldani azt a helyzetet, hogy egyrészt neki is jó legyen, mármint az adott nagyhatalmaknak, másrészt a regionális biztonságot se veszélyeztesse. Egyértelműen ezek a szempontok irányítják a nagyhatalmaknak a gondolkodását jelen pillanatban. Én személy szerint, ahogy az orosz-ukrán háborúban, úgy itt is a mielőbbi béke pártján vagyok. Tehát ez nem kérdés, hogy ami itt a szemünk előtt zajlik, ez szörnyű. Szörnyű. És amennyiben ez eszkalálódik, akkor hát az orosz-ukrán háború kapcsán is többször említettük azt, hogy harmadik világháború. Most ehhez hozzávesszük azt, hogy egy másik gócpont is kiterjed egy egész régióra. Nos, és még mások is meggondolják azt, vagy úgy érzik azt, hogy eljött a geopolitikai pillanat a saját kis szembenállásaik, játszmáik lejátszására, akár a Balkánon, és ne felejtsük el, hogy még mindig hátra van az, hogy mi lesz a csendes-óceáni térségben Tajvannal, hát akkor én nem sok jót jósolok a világnak, és én ezt nem szeretném. Nagyon nem szeretném, bár elemzőként viszont azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem lehet kizárni, nem a harmadik világháborút, de azt viszont egyértelműsítén lehet, hogy a világrend átalakulása egész biztosan a háborúk során keresztül zajlik majd. Már most zajlik, de zajlik a továbbiakban is. Tehát, hogyha ebből a szempontból közelítünk a kérdéshez, akkor egyértelmű az, hogy jó lenne elkerülni, ez egyébként valójában Izrael érdeke is, és a térség többi országának az érdeke is, hogy eszkalálódjon, kiterjedjen a több országra ez a válság. És hát itt a legnagyobb kérdés az, hogy milyen választ ad Izrael erre a csapásra, nem tudok másképp fogalmazni, a terrorista eszközökkel végrehajtott csapásra, a Hamasznak erre a csapására. És azért hangsúlyozom, hogy soha nem palesztinokat emlegetek, hanem a Hamaszt, mert bármennyire a gázai övezetet a Hamasz uralja és irányítja, tehát nem csak egy katonai szervezetről van szó, hanem az egész a régió, annak a kis régiónak az egész életét, azért másképp kell megítélni, és másképp viselkedik, és remélem fog is viselkedni a Hezbollah, és megint másképp még a palesztin vezetés. Tehát összetett a dolog, Izrael nagyon nehéz helyzetben van. Jó válasza nincs erre a helyzetre, hiszen amennyiben nem ad nagyon hatásos és mindenki számára érthető komoly választ, nem torolja meg ezt, ami történt, akkor az a gyengeség jeleként értelmezi mindenki. A mindenki alatt értem én a konkrét ellenfelet, a Hamaszt, és értem én a régióbeli ellenlábasokat, ellenfeleket is. Tehát ezt Izrael nem engedheti meg magának. Ugyanakkor, hogyha szárazföldi hadműveleteket kezd, tehát magyarán benyomul, ahogy most mondják, hogy és bármelyik pillanatban ez akár el is kezdődhet, hogy bevonul, benyomul a gázai övezetbe,
ez az eszkalálódása, a konfliktus eszkalálódása felé tolhatja el az eseményeket. Ezt pedig én nem szeretném, valószínű Izrael se szeretné, és egyértelműen úgy látom, hogy ez nem lenne túl szerencsés lépés. Megértem, hogyha politikai szempontból ezt lépik, de nehéz elfogadni, mert itt, ahogy említettem is már, itt egyik fél, tehát mondom, az ukrán háború az kisgyerekek homokozója ahhoz képest, hogyha azt nézzük, hogy a civil lakosságot ez hogy érinti, és hogy én tovább, régebben is mondtam, nem akarták elhinni, most azért látszik az összehasonlításban, hogy más kultúráról van szó, tehát ott nem ejtettek túl sokat. Véletlen csapások voltak, konkrétan nagyon ritka volt az, hogy civil lakosságot támadták volna. Inkább úgymond idézőjelbe tett balesetek voltak. Itt viszont civileket ejtenek túszul, hát itt lövik a civil negyedeket. Ha megkezdődik a szárazföldi támadás, akkor ott rengetegen fognak civilek is meghalni, meg katonák is mind a két oldalról. Tehát, és ez Izrael számára miért nem jó véleményem szerint? Tehát a kisebbik rosszat választanám, tehát azt, hogy valamilyen módon, ahogy most is van már, hogy körbezárni a gázai övezetet, humanitárius szempontból ez is kegyetlen dolog. Ez is a civileket is érinti, nem csak a Hamaszt. Ugyanakkor azt hiszem, hogy amennyiben ott még több ezer, akár több tízezer halott lesz, az ahogy említettem, nem csak a konfliktus eszkalálódásával jár, hanem hosszú, legalább két évtizedre az iszlám radikalizmust oly mértékben fogja megerősíteni, ami nem jó sem Izraelnek, sem Európának, senkinek, tehát sem a nyugati világnak, sem a globális délnek. Mert az iszlám radikalizmus azért sokszor nem válogat, és itt viszont akkor az egész térséget nézve, sőt az Európában lévő fiatal iszlám vallású embereket is nézve, tehát olyan utánpótlása lesz ezeknek az eszméknek, amely már igen vallási, civilizációs háborúvá szélesedhet ki, és nem tudom, melyik a rosszabb, a harmadik világháború, vagy ez. Tehát én nem irigylem azt a jelen pillanatban az izraeli vezetést, sem az országot ért csapás miatt, a presztízsveszteség miatt, de amiatt sem, hogy ebben a helyzetben megtalálja azt a középutat, amelyben még az arcát is meg tudja őrizni, közben nem eszkalálja az egész konfliktust, és nem hoz létre a maga számára is olyan következményeket, amelyek évtizedekre lényegében garantálják a folyamatos bizonytalanságot, tehát Izrael lakosságának bizonytalanságát, de nem csak Izrael lakosságának, hanem ne menjünk messze, tehát mondjuk maradjunk itt Európában, Európa biztonságát, hiszen ezt a népek közötti, az ottani népek közötti gyűlöletet, bosszút, ez exportálódna ide, Európába is, hiszen itt már tudjuk, hogy a migráns hullámokkal hányan tartózkodnak a térségbe, és a térségbeli ellentéteket, szembenállásokat ide, hát nem lenne jó, hogyha ide is beszivárognának, tehát ha itt is robbannának. Éppen ezért gondolom azt, hogy az Európai Unió az utóbbi időben hibát hibára halmozott. És ebben a kérdésben számomra legalábbis megnyugtatóan Borrell úgy nyilatkozott, hogy ebben a helyzetben sem szabad, mindenkinek joga van az önvédelemre, de az aránytalanságukra, aránytalan önvédelemre esetleg nem, ahogy fogalmazott, de a lényeg az, hogy amire föl akarom hívni a figyelmet, hogy a palesztinok segélyezését nem szabad fölfüggeszteni, mondja az Európai Unió, és ez üzenet lehet az Európában élő muszlimoknak, hogy egyrészt ne támadjanak meg zsinagógákat, zsidóiskolákat, ne lángoljon föl Európában az antiszemitizmus, és a terrorizmus
nem azt mondom, hogy ne szivárogjon, még jobban ne szivárogjon be. Tehát hosszú idő után ez az egyik első ilyen olyan jel, amikor azt mondom, hogy egyrészt az Unió által hangoztatott értékeknek megfelelően lépett, másrészt racionálisan lépett, hiszen talán ott is látják Brüsszelben is, hogy ez már Európát is veszélyezteti ez a helyzet. És Európának föl kell készülnie, vagy lehetőség szerint meg kell akadályoznia azt, hogy az ilyen jellegű vallási, etnikai, civilizációs konfliktusok itt Európába is kirobbanjanak, és ez ugyanis ez a végső csapás lenne Európa biztonságára. Hát ennyi fért a Moszkva tér plusz mai legfrissebb adásába. Hallgatóink méltán várhatják, hogy majd, hogy más elemzésekkel is fogunk jelentkezni ezen a héten is, illetve a következő héten is. Most nagyon köszönjük hallgatóinknak a figyelmet, és Stier Gábornak, hogy itt volt velünk. Köszönöm a figyelmet.